felvétel is. Sziasztok, VOD nézők! Semmit nem ígérek, azt hiszem az X a tovább. Nem, de... X. Jó, és akkor elvileg úgy működik, hogy itt tudunk... Create new save game. Melyik az a? Na már erre sem emlékszem. OP... E... Nem? Na hát igen. E betű. Majd felírom. Jó. Kicsit olyan GTA-s a sztori. Your friend Tony said you could hook me up. What you looking for? Something fast. You know, not too expensive, around 2 to 3. And when you get into town? Day after tomorrow. No problem. I know a guy who can sort things out. Tell me, can you drive? Sleeping Dogs? Nem, de hallottam, hogy jó. Mi nem nyomtam. And not sure I plan to. So where do we meet? Mondom, úgy készüljetek, hogy itt ma bármi előfordulhat. Crash, fagyás, problémák, gondok, minden. Az égvilágon minden. Mivel PS3 emulátorral nyomjuk, mert csak azon van, úgyhogy itt most tényleg... Jó, akkor van 3 autónk, GTI Golf, van egy Nissan Silvia, ha jól értem, mert nem tudom, hogy az a Silvia-e, meg ez egy Sirocco. Jó, hát akkor vegyük ezt. Nice car. Thank you. What, so you book? So they say. What? Man, don't tell everyone. Trust me, man, I won't. Man, you're funny. You're like Tony. You're one of them funny East Coast guys, huh? You here to do stand up? No, are you? Book doesn't need to stage people laugh at him just walking down the street. Whatever you say, Nikolai. Your girlfriend found me funny. She did. She was confused, wondering why you dropped. Ki az, aki vágja ezt a játékot? Shut up, y'all. Anyway, what you here for? Race some cars, man. Ki az, aki nem? What you mean, race some slow cars? It's a lot of kids hanging around down on the strip, right between Rodeo and Fairfax. Go race them. Then we'll talk. Okay. Ja, és plusz pont, hogy nem a legjobb az irányítás billentyűzete, ugye kéne hozzá egy Xbox controller. Mert a Rockstar Games csinálta. Már csak azt kéne tudnom... Jó. Ó, ne! Ne! Erről beszéltem. Várjatok. Nyugalom, nyugalom, nyugalom. Gyerekek, mivel emulátorozunk, itt most bármi előfordulhat. Mindenki nyugodjon meg, jó? Nincs baj. Átnéztük, csak még én se tudok mindent, pedig elvileg ennek kéne működnie. Jó, akkor ezt újra. El fogom intani, jó lesz, csak mondom, szenvedtünk vele ma is, hogy vannak gondok, mert ez nem a legegyszerűbb dolog. Megnéztem délután, és elvileg amúgy működött, hogy nem kéne vele baj legyen, és szerintem nem ez volt a jó, hanem pont, hogy ez. És működött is, szóval mindjárt kiderítjük. Aha, az lenne, hogyha meg tudom oldani, úgyhogy ma azért mondtam nektek, hogy a mai live az ilyen kérdéses, hogy lesz. Én megtettem mindent, amit tudtam. Elviekben, mindjárt kirakom nagyban. Elvileg... pedig nem volt... Várjunk. Jó. Jó, most jó. Azért mondtam, hogy elvileg működött, úgyhogy nem tudom, mi volt a gebasz, de mindegy, most jó. Annyi van, hogy az irányítás borzalmas, az katasztrófa. A 60 FPS szerintem messziről nem tudjuk megközelíteni, én úgy érzem. Tehát az egyértelmű. Tök jó, mert a kamerát tudom forgatni.
PS2 emulátoron jól lett a roadletes, és meg sikerült megoldani? Mert akartam én, csak még nem értem oda. Azt úgy kellett, ahogy mondtam? Na, szóval az a lényeg, hogy ugye ezt Xbox-ra tervezték, Xbox kontrollerre, és nagyon nem arra, amit én csinálok. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Azt tudom, hogy hova kéne menni, M betű, vagy kéne egy olyan, hogy map. Mivel nyitjátok meg Xboxon a mapot? Ez jó lesz, az RB, ez semmit nem fogom tudni, mi a gombkiosztás, fasza. Oké. Az a baj, ezzel nem lehet. Annyira bugyuta az Xboxnak a emulátora, hogy ez valami kegyetlen. Jó, mindjárt. Aha, itt lehet setting. Egyessel, arcade. Xbox Live, oké. Várjál, continue, olyan van. Tudunk árigatni, fotóalbum, system link van, igazából... Adtak. Mi az az arcade? Hogy itt nincs ilyen, hogy story? Tudom, hogy lehet, hogy ezt amúgy kihaterolnám a zenét belőle, de mindegy, maradjon, mert ettől lesz jó. Midnight Club Los Angeles, igen, akkor ezt képet nem használjuk, mert az katasztrofális problémákat eredményez. Akkor egy, és azt tudom, hogy az X, E betű, igen. Mivel nyitom meg a mapot? Azt kéne tudjuk. Akkor végignyomkodok mindent. Valami csak megnyitja a mapot. Duda a K. A hármassal váltunk kamerát. Valamivel tuti tudok nyitni egy mapot. Nem, hát ezzel nem. Akkor... ezzel sem. Mi lehet a map? Az a baj, hogy ne tudom, hogy Xboxon milyen gomb kell hozzá. De akkor menjünk, valami majd akkor. Ott mutat egyébként valami nyilat a térképen. Jó. Ami biztos, hogy addig nyomkodtam ezt a szardugrát, nem jó, nem jó, nem tudom a PS kontrollerrel vezényelni. Akárhogy szeretném. Várjál. Van mapunk. Az jó. És akkor... nem mond semmit, hogy hova menjünk. Mindjárt meg lesz minden. Emulátorral, amivel most szopok. Tehát nagyon nagy szívással. Most jelenleg elmondom, mi a másik problémám. De nekem, ha meg tudom oldani, akkor lehet róla szó, hogy segítek, de egyelőre nekem működjön már. Most az a bajom, hogy összenyomkodtam az összes gombot, és a kanyarodás gombomból zeneváltó gomb lett. Nagyon klubba sokra nem megyek. Itt nem fog tudni vezetni. Hú, de rossz. Nagyon rossz a izének. Van a Midnight Club Los Angeles lesz, ha működni fog. Baszeg is megfogja, mozgatja az izét. Vajon most elvileg jó. Aha, a tabot, ha megnyomom. Jó, a caps lockot, bocsánat. A caps lock hatására tudok olyat, hogy zenét váltok így. Hű, ez kemény lesz. Geri, figyelj már! Nekem, én elfogadnék segítséget. Oda a zöld pötty felé kell menjünk. Az lenne a küldetés. Gyerekek, a 30 FPS, hogy kiégeti a retinámat. Kegyetlen. Kegyetlen van, de nem tudom nálatok mennyire sima, nálam örülök, ha megvan a 30. Jó, ilyenek lesznek, ezzel nem tudom mit csinálni. Ugye talán kevés, pár épület, azt el tudom fogadni. Majd a következőnél elmegyünk.
Más opció, más sajnos nincs arra, hogy ezzel játszunk. Ha csak nem vesz valaki egy Xbox, ó, nagyon világos. Hát ugye a térképnek csak ez a része fos, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. De ha több ilyen is van, az baj. Akkor nem fogunk tudni vele játszani. Ugye rendben jön, akkor azt mondom, hogy jó. Egyszer valahogy szerettem volna mindig ezt a játékot kijátszani, de nem így terveztem. Ó. Na mindegy, menjünk, hát akkor ez van. Ez kicsit durva lesz ez a stream, gyerekek, sziasztok. Cső mindenkinek, ide érkeztünk. Az, aki ne versenyezzek. Hát mindegy, baszok rá, most akkor menjünk, ez van. Igen. Szevasz, haver. Oké, és melyik az Y, ezt tudja valaki? Köszönjük. Haver, várj meg! Tudom, melyik az Y, továbbra sem. Állj meg! Nem! Nem, ez egy nagyon jó dolog most, ami itt történik. Melyik? K? Tudom, melyik az Y. Hé. Jó lehet. Jó, túl vagyunk a nehezén. Ó, a textúrák, öcsém, szét esik a játék. Oké, ez az életű. Menjél. Eltűnik az út. De nem már. Mondhat csak a térkép ezen szakasz a szar, mert akkor azt mondom, hogy jó, de... Nem, az egész fos lesz amúgy az a gal. Nem, itt jó. Ahogy a felső rész az nem jó. Ha ilyen lenne, akkor az, akkor maradjon, ez még belefér. Egyébként egész barátságos a kezelhetősége, még egy billentyűzettel is, csak kicsit ilyen darabos. Hát nyilván nincs billentyűzetre optimalizálva. Igen, és most vagyunk a szar helyen. Hát, mondjuk egy kicsit, hogy nem volt vész. Jó, hát ez van. Ez van, gyerekek, ezt tudom nyújtani. Oké. Akkor ez egy K betű, E betű, I betű, M. De. Akkor X. Nem. Mondom, hogy P. Valamelyik E. Jó. Ez a játék, ez többet is tud ennél? Még az a... Melyik Nokiának volt ilyen kihúzhatós telója régen? Évi? Te mit csinálsz? Ez nagyon jó. Nem tudom nézni. Most mi a gebasz? De nekek itt a vége az lesz, hogy nem tudom, ezzel nem fogunk tudni lehet játszani. Mert én hiába... Na egy-két gombot... Nem, nincs PS2, ez az a baj, hogy az Xboxra van. És ha Xbox, a PS2-es emulátor az azért jó, az jól működik, az Xboxos az nem. Ez a baj, hogy az még fejlesztés alatt van, és azzal vannak ilyen gondok. Most már kezdem kitanulmányozni, hogy mi van.
Igen. Az Xbox 360-on van. Leszettem a 3-at is, a Double Edition-t, úgyhogy az is itt van most már, megoldottam. De gondoltam, kezdjünk ezzel, mert kipróbáltuk, és ugye az elején nekem azt mutatta, hogy jó. És én nem estem pánikba, de úgy látszik, hogy nem mindenhol jó, sőt, vannak helyek, ahol egyenesen katasztrofális így a játék emulátorral. Azt nem tudom, hogy Geri, ennek mennyire van sztoria? Azt meg tudod nekem mondani? A távoli dolgoknak a betöltésével van problémája. Megnézem majd holnap, hogy lehet ezzel valamit kezdeni. Hát, hogy valahogy beleerőszakolni a 60 FPS-t, ezt nem bánnám. Jó, tehát akkor az a lényeg, hogy itt nyomni kell egy E betűt, és itt is egy E betűt, és akkor elvileg meg vagyunk. The Great Pass. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyire van alatt a sztori. Yeah, man, they're chasing all of us. Okay, so y'all the real deal, huh, homie? Real street. Okay, anytime you want to rave for some slips, come on down to the beach then. And what did it be like last time? When one of your friends refused to give up his car? Man, hold up, man, put some brakes on that. First of all, he wasn't no friend of mine, more like a business associate. And second of all, I think he felt that you offended him. Whatever. Yo, what's up, man? What's up? I gotta get on up out of here, man. I'll talk to you later. Later, Lester. Annyira GTA 5 amúgy. This my boy, give it up. Oh, man, we gotta work on that. A jó része GTA 5. You gotta work on shutting your mouth, fool. Man, I knew Tony was right. You can drive. You keep that up. Meg a szinkron, bár nem tudom, nyilván Xboxon jobb lehetett a hang. Olyan, mint hogy visszhangozna a beszéd. Nem is visszhangozna, távolról, vagy egy ilyen szobába beszélnek, ahol nincsenek bútorok. Tehát, hogy nem olyan nagyon visszhangos, csak hogy ilyen nem emberi módon kommunikálnak. Cool, thanks. PS3-on is van. Várjátok, hogy van egy ilyen tuning műhely, oda kéne elmenni. Nézzük, kijelöltük, vagy teleportálunk? Jelöltük. Ó, még villogni is tudok. Amúgy tudjátok, hogy ebben a játékban mi a durva? Belső nézetben, figyeljétek! Rendesen vált a karakter, basszus. Egy komoly belső kamera nézet van benne amúgy. Ez... Ilyenkor néha tényleg ki tudok akadni, hogy egy-két helyen még nem tudják ezeket megoldani. Elvileg ide jövünk. Hollywood autó. Igen. Hollywood autó. Nézzük meg. I'm telling you, Jeff, the ignition timing is off. I'm working on it. You books, buddy? Yeah, I guess. It's too tight. You don't look like a trust fund baby masquerading as a movie producer. Why on earth you hanging out with him? Kár, hogy ezt nem adták ki PC-re egyébként, nem is értem, hogy miért. Aha, igen. Igen, csak PC-n, emulátorral, és nagyon-nagyon sok gond van vele. Próbálom délután megoldani, úgy tűnt, hogy jó lesz, de mint kiderült, hogy játék közben már nem annyira jó.
Majd én még ezen holnap futok egy kört napközben, hogy mi lehet a baj. A fények meg a tárgyok betöltése nem mindig a legjobb, sőt, valamikor katasztrófa. Jó, tehát. Manage vehicle. Van nekünk itt egy ilyenünk. Van customized vehicle, vehicle showroom. Ott vannak az autók? Yes. Aha. Vannak kocsik. Meg tudjuk nézni azt is, hogy milyen autók vannak még. Van egy pár azért. Nem tudom, hogy mennyi lehet a te... Ott fent a kék csík ott megy. Mutatja, hogy mennyi van. Egy, van motor is egyébként benne. Aztán Camaro Concept Dub Edition. Hát a tipikus Need for Speed éra. Ez talán van az ügyben a Need for Speedben. Nem kezd benne van. Vagy valami, nem, ez a GTA-ban van benne, basszus, hülyességet mondok. De ez majdnem, hogy ugyanígy van benne a GTA-ban, Merci logó nélkül. Lamborghini Miura. Ford Cobra Concept. Volt ilyen autó az életben? Chevy Bel Air Riviera. Ajt. Chevrolet Impala. Chevrolet Malibu. GTO. Az a Mitsubishi. Mondjuk ez a Mitsubishi így jól néz ki egyébként. Audi. Mitsubishi Cadillac. XLRV. Ha már a végén vagyunk. Hát a motort nem tudom, hogy kipróbálnám, mert lehet, hogy meglepődnénk, és akkor rendőrautók vannak még a végén. Jó, és elvileg a back a B. Megint csak nem tudom, hogy mi lehet, akkor az A betű? Igen, jó. Nagyjából akkor mondom, hogy Custom Vehicle Performance Exterior Vinyl Special Abilities Hydraulic Airbags Paint Shop Performance Exterior. Várjátok, hogy visszajött, Manage Vehicle. Egyetek tudok válogatni az autóim között, jó, Customize Performance-ba. Ugye ezt rá tudjuk tenni, yes. És akkor Nitro-t tudunk még rátenni. Ezt a kettőt. Exterior front bumper. Aha. Gyerekek, jó lesz ez. Úgy érzem. Szerintem én ezt ráteszem így. És nem színezi? Az mondjuk jó lenne. A stock amúgy szerintem szép, én ebben most nem fogok belenyúlni, motorháztető. Jó, az jöhet. Jó, csak mondom, készüljetek fel, hogy itt lesznek, valaki itt lesz a live-on, akkor arra kapaszkodjon majd, mert lesznek gondok. Aha, és ez még nem lehet. Aha, még ez sem. A wheel, rims. Kétféle kerék van? Nem, dehogy is. Tudok váltogatni, csak nem tudom, hogy mivel. Jó, ez jó lesz. Jó, kubba drága rá a kerék, azt most mondom. Hármassal talán? Igen. Márkákra vannak bontogatva, és például... Hát azért van bőven. Hát... Szerintem nem teszünk rá még semmit. Nagyon drága. South Central Rims. Akartak elni. Ez ingyen van, materials and paint. Vannak a színek. Egész jól megvan egyébként oldva a tuning rendszer benne. Nem kötekednék vele olyan nagyon. És mindegy egyelőre.
Jó dimenzió. Mi a fasz? 25 szalos kereket alá lehet tenni? Ez mi? De már! Nem azért a két fillérért, de... Ők se gondolják komolyan. 25 szól. Need for Speed-ek itt már könyörögnének. De legalább arra odafigyeltek, hogy mit engedhetnek meg maguknak. Egyszerűen nem kell olyan széles, 2-25 bőven elég. Ez a 20 col is szerintem most jelenleg. Jó, maxi, 20-as kerék, de már így is nagy. Gumi. Ugye itt lehet rendesen. Jó, ott vastagítsuk meg a gumiát, mert ez a dimenziók itt. 17-40. Vállalható? 18-35. Ezt mondom, így jó. Belső kolor. Interior neon. Azok itt a készítők nagyon felkapták a dolgot. Ilyen zöld. Nem ilyen kék. Műszerfal világítás, kérem szépen. Belső tér. Így. Interior steering wheel. Ó, gyerekek, hát ebben mi minden van. Nagyon jó, szója kész. Ülések. Kezdem úgy érezni, hogy manapság nem foglalkoznak eleget a játékokkal. Ez csúnya, ez lesz. Spoiler. Jó, figyeljük a pénztárcát, mert lassan elfogyunk. Meg kell oldani, ennek a játéknak működnie kell rendesen. Hm.
Hát ebben nem nyúlnék bele. Jan Dominik, látom. Na, aggódjál, tudni fogjuk, hogy ki vagy. 300-ért? Azért én kérek elnézést. Jó, de majd még jövünk vissza. Akkor ennyi amúgy. Egyenlőre, és akkor a EA-val vissza? Meg P and... Nem. Jó, akkor exit garázsja. Hú, nagyon izé lett. Nagyon kemény lett. Amint a fizikát egy kicsit... nem kapott valamennyi belsőt, amit rá lehetett tenni, azt rátettem, de sok nem volt. Mondom, az, ha majd látni fogjátok, nem sokára kb. Két kanyaron belül, hogy mi a baj a játékkal. Nagyon-nagyon vibrál a kép. Elég zavaróan vibrál a kép. Meg a 30-60 FPS sincs meg. Ezeket nem tudom, ha van rá mód, akkor megoldjuk. Nem tudom, hogy meg lehet-e. Ez rendőr? Itt van a yard, gyerekek. Kaptam nitrót is, de én meg nem mondom, mivel megy. Azt a kurva ezzel! Ez visszatölt? Ebben nincs fék, nem áll meg, ennyi volt. Azt hiszem az ellenítró. Ő az a rendőr bácsi nagyon jó. Nincs nitróm! Benzinkúton? Na, majd akkor ha arra járunk. Mondjátok, hogy ott szembe az kiút. Én most játszok ezzel a résszel egyébként először. Meglátjuk, milyen lesz. Ha meg tudom mondom oldani, hogy stabilan menjen PC-n, akkor majd Discordra kirakom, hogy valamilyen formába. Öcsém. Mert mint látjátok, ugye itt nem rossz, tehát itt elég játszható egyébként. De amikor elmegyünk oda föntre, oda a fényekhez, akkor nagyon nem fasza. És hogy töltöm újra a nitrómat? Csak bejövök a benzinkútra, azt újra töltő? Nekem kell valamit csinálnom. Jó, mindegy, menjünk. Az lehet, de akinek nincs Xbox-a, az nem tud bele játszani. A verseny közben milyen érdekes gém kell, hogy manapság már nem erre. Hát figyelj, nézzétek meg a belső nézetet. Az egy. Nem izé... Nem azt mondom, hogy a crew is hasonló, de egy Need for Speed... Basszus. Figyelj! Erről beszélek, látjátok, amikor azt mondom mindenkinek, hogy a Forza fos belső nézetbe. Ez a játék, ez képes arra, hogy...
többet teker kanyarodásnál, mint 90 fok. Jól látom? Igen, igen, tovább tekeri. A Forza nem képes erre. Na, ezért szidom a játékokat, amikor 2011-ben bazd meg működött, vagy azt hiszem akkor működött valami, manapság hogy a büdös picsával nem tudják megoldani ugyanazt. Ennyit erről. Midnight Club Los Angeles. Mondom, a 3 is, maga a 2 is már nem van a gépemen, szóval azok is lesznek, csak az még PS2. Úgyhogy azon még poénabb lesz, mint ez. Azért vezetés szempontjából kamera rezgés, meg lehetne kötekedni itt is, de korához képest nagyon rendben van. Mondjuk habár, ha azt nézzük, hogy 2011, ha jól tudom a dátum, de javítsatok ki, azért ott már azért voltak szép címek. Ja, és akkor így is újra tölti a nitrót? Basz meg. Én nem tudom, miért erőltették annó ezt a kamerarezgést. Le lehet vágni a pályát, ahogy nézem, elég szépen. Nem kell érinteni a checkpointot, úgy, mint a többi játékban. Basz meg! Hát már mindegy, mert itt a célja. Rockstar Games nem szokott általában szart csinálni. De jó a zene! Együnk, mint a veszedelem gyerekek. Nincs megállás. Ne! Azt nekem még a gombokat úgy el tudom nyomogatni. A tabot, ha megnyomom, minden gombát vált valami másra. Ó,
Van olyan, hogy next rész, restart rész. Ja. Tanulom a dolgokat. Vannak benne jó megoldások, azt nem vitatom. Úriás Jordan logó. Amit én kicsit hiányolok, egy normális navigáció. Az nem lenne baj, ha lenne benne. Igen, a kamera shake effect, ez... Borzalom, ez mindenhol borzalom. Lehet, hogy ezzel akarják szimulálni, hogy kurva gyorsan megyünk, vagy fogalmam nincs. De hogy itt fölösleges. Nem kell. Ki lehet kapcsolni? Norman valamit tud, gyerekek. Norman az ész. Hát ezt ki lehet kapcsolni, akkor én már megyek is. Mindjárt megnézzük. Ki lehet kapcsolni, akkor... Várjál, mert nem olyan könnyű ám ezt vezérelni. Kell nekem egy ilyen. Hármas, mód. Nem. Még egy hármas. Options, E betű, Control Game, vagy a gameben mi van? Autosave on, arrow. Nem tudom mi, hogy nagyon a klassz, kompassz. Nem kell, akkor vissza. Kamera, statik. Kameraség off! Jó. Hát ez maradjon. Controller. Amely a Racing Wheel. Jó, ebben inkább nem nyúlnék bele. Na most nem tudom, mit nyomtam. Ez szerint jó. Ó, gyerekek! Isten királya vagy, haver! Nagyon jó vagy! Aha, emulátorra. Nincs PC-re ez a játék. Még mindig, mintha egy ilyen hangyafasznyit lenne, de... Jézusom, mennyivel játszhatok. De még mindig van egy ilyen pattogás amúgy. De lényegesen jobb. Nagyon szép. Meg vártam a autó, mi az autó parkolóházat, hogy megint menjünk, de másik pályán vagyunk már, közben rájöttem. Itt az a kis akadások, laggok, az FPS droppok, azok az emulátor miatt vannak.
elég komoly versenyek vannak amúgy. Ezen küzdeni kell az első helyért. Ja. Baszki! Hát ez nem volt így, nem volt járható. Nem, sose nyomtam. Nem volt PS3-om, sem Xbox 360, hanem sose volt. Csak az előző részekkel játszottam, ezzel nem. Nekem ez kimaradt. Köszönöm egyébként a rózsát, meg a fánkot. Nem könnyű. Komolyan van, nem könnyű. Hangokat nyomatnak, öcsém. Amikor a pék helyett nitrót nyomsz. Mert az I a fék, az O a gáz amúgy. Tehát nem olyan egyszerű ám. Az L a nitró, az A-val D-vel kanyarodok. Nem egyszerű. Nem előznek már meg. Nem, ez a Midnight Club Los Angeles. Utol fog érni, bazeg. Megvan. Jó. Hú. Köszönöm a szívecskét. Biztos Nagy Game lehetett a maga idejében, amúgy simán csinálnának egy folytatást, beszállna a bújba, kicsit felkorálnak a skrupportot. Amúgy nem biztos, hogy rossz lenne, hogyha a Rockstar Games ezt így folytatná. Elég korrekt amúgy a játék. Azt kell mondanom. Tök rendben van. Kell pénz, meg autó, ad a cél, tuningolni akarok. A mai live az erről fog szólni, hogy amit lehet, ahogy lehet, tuningolunk. A zene az borzalom. Legalábbis... nem jó. Mi van? Mikor megyek szünetre? 10 perc múlva. We'll be right back.
Egyetlen mi történik itt? Arra lehet menni? Nincs power, gyerekek, az autóban. Akkor így kell nitrót tölteni, gondolom, hogy nem megyek neki. Lőjünk. Ne! Aki én szívtam meg, te én nagyon. Figyelj, hogyha úgy nézzük, hogy inkább azt mondom, hogy ebben a játékban vannak nagyon jó megmozdulások, jó a tuning rendszere, jó az autóválaszték, jó az, hogy behozták a motorokat, jó igazából az, hogy a belső kamera nézetben normálisan van fizika, vált a karakter, hogyha izé beszólogatnak egymásnaktól kezdve, ugye amit mondott a Geri is, tök sok jó dolog van benne. Én úgy érzem egyébként, hogy azért például a 2007-es Need for Speed Pro Street azért magasabb színvonalat kép, bőven magasabb szinten volt például irányíthatóságban, vagy mondjuk a 11-es Need for Speed, de nem biztos, hogy lehet, hogy ott a Need for Speed volt a jobb, vagy nem ez volt a jobb, bár mondom, inkább a vezetésre mondanám azt, hogy kicsit olyan daraboskás, de az lehet, hogy azért van, mert nem billentyűzethez van, hanem kontrollerhez. Tehát ez is tanulható, amúgy nem vész, abszolút nem vész. De inkább GTA feelingje van a játéknak, mint autós játék, az biztos. Mondjuk a GTA is félig autós játék, minimum félig autós játék. Tényleg majdnem, hogy azt mondom, hogy benne van egy ilyen GTA. Ha innen nézem, akkor megértem, hogy miért hagyta abba a Rockstar Games, mert tulajdonképpen bele lett építve a GTA-ba. Majd, hogy nem azt mondom, hogy igen. De az mindenképpen szomorú, hogy mennyit fejlesztem. Tehát, ha megnézzük azt, hogy régen mondjuk egy Need for Speed-nál évente jöttek új újdonságok. Underground 2 tök más a Most Wanted, a Carbon is teljesen más, a Pro Street is teljesen más. Aztán jött a Shift, stb. Mindig valami drasztikus változások voltak. Manapság meg, ha megnézzük a Forza 1, 2, 3, 4, 5, tök ugyanaz az összes. A Crew 1, 2, Motorfest, mondjuk a Motorfest most tényleg kapott újításokat, de a tuningok ugyanazok, az autók, pár új autó, pár 40-50 új autó jött be, az tény, de hogy alapvetően a koncepciója ugyanaz. A Need for Speed-nál is, ha megnézzük az irányíthatóságot, mondjuk a Need for Speed Unbound majdnem, hogy Ctrl-C, Ctrl-V a Heat, egy-két más dologgal, de alapvetően lényegében ugyanaz a két játék, szóval régen tényleg több energiát fektettek abba, hogy próbáljanak újítani, fejleszteni, javítani. Ez igaz. Ez így van. Lehet, én 2011-re emlékszem, de abszolút elfogadom az állítást, nem tudom, nekem ez valahogy ez maradt meg. De a 2008-as is, mondom, a 2007-es Pro Street szerintem
jóval, jóval magasabb. Na, akkor úgy mondom, hogy a 2007-ben a Pro Street sokkal a magasabb színvonalat képzett ennél, mint irányítatós. Ám mondjuk irányításban az meg szubjektív, hogy kinek mi. De mondjuk tuningba is akár azt mondom, hogy szerintem talán egy magasabb, vagy valami nagyon hasonló. Talán több van. Igen, ott volt autoszkulpt, állítható elemekkel, meg mindennel, szóval egy fokkal jobb volt. Mi a jeg? Mindjárt. Mondom, hogy mindjárt. Ugye az mindenképpen, de a 2008-ban az Undercover volt az ellenfele, hát azt meg egyértelműen lenyomta. Na jó, van skacok, megyek egy 5 percre, jó, aztán innen folytkod, megállítom a felvételt Twitch-en, ígyatok majd, kifajtunk-e vagy nem. Jövök egy 2-3 perc, az itt vagyok, most itt ez nem is ezzel volt egykorú, amúgy, nem úgy Nightclub Dub Edition-nel. Nem, azzal a Carbon volt elvileg. A Pro Street 7-es, ez 8-as akkor elvileg, és a Midnight Club Dub Edition az 6-os. Az a Carbonnal van egy szinten. Viszont az tény és való, hogy a Carbont nem lehet egy lapon említeni azzal a Dub Edition-nel. Nekem most az len van a gépen, azt is fogom streamelni nektek a következő napokban. Készüljetek fel, hogy azért ott nem rossz, csak azért ott még ez nagy ugrás. Ez nagy ugrás ahhoz képest. Na, mindjárt jövök.